Sziasztok! Üdv mindenkinek itt egy Robi, pmrradio.hu Egy kis kísérletet szeretnék nektek bemutatni méghozzá a Motorola Talkavut T92-vel. Mivel ennek a készüléknek kiderült, van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogyha hirtelen hideg vagy hirtelen meleg környezetbe kerül, meleg környezetbe természetesen egy lehűlt készülék, vagy hideg környezetbe egy normál szoba vagy testhőmérsékletű rádió, akkor a rádiónak a hangszórója, a rádiónak a hangszórója esetlegesen betompul és tompa hangja van, Ebben az esetben pedig mit kell Tennünk. És meg szeretném mutatni, hogy hogyan alakul ki ez a jelenség. A Motorola a Motorola.hu megkérdezte, hogy mitől jöhet elő ez a dolog. Jelen pillanatban a mérnökök egy olyan javaslatot tettek, mivel nagyon sok készülék került ki, és nem biztos, hogy mindegyiknek egyforma a hangszórója. A rádió alap tulajdonságából következik, hogy levegő van a készülékbe, tehát egy nagy légkamra a rádió belseje, és ennek a levegőnek köszönhetően, ennek a levegőnek köszönhetően pedig fent tud lebegni a vizen. Viszont ez a levegő, hogyha megmelegszik, vagy ha lehűl, térfogat változáson keresztül megy, amit én meg szeretnék nektek mutatni majd egy ilyen palackon hogy hogyan is működik. Tehát, hogyha lehűl a levegő, akkor össze kell, hogy menjen a palack, csökken a térfogat a levegőnek, ha pedig megmelegszik a levegő, akkor a palack kitágul. Ezt megnézzük. Ez mit okoz a hangszórónál? Ugye a hangszórónak van membránja, mint látjuk, itt van egy ilyen hangszóró, és látjátok, hogy itt a membránja. És ahogy az ujjammal nyomom a membránt, az úgy mozog. A hangszóróba lévő tekercsek is a membránt mozgatják, és a burkolaton belül, tehát ez a rész van a rádió burkolatán elzárva, elszeperálva víztől, mindentől, ha az itt mögötte lévő levegő tömeg kinyomja a membránt, akkor megfeszül a membrán, és nem tud mozogni. Viszont ha elengedjük, akkor már tud mozogni. Ha a levegő megfeszíti, nem tud mozogni. Ha elengedjük, akkor már tud mozogni, és szép lesz a készüléknek a hangja. De nézzük meg, hogy hogyan megy ez a valóságba, és miért is történik ez. Úgyhogy akkor most menjünk a hűtőhöz. Haló, haló, akkor induljon a teszt. Itt a flakon, ez most szobahőmérsékletű, én ezt ide belerakom a hűtőbe. Most nekünk itt egy perc fejlámpa is tesztelve lesz a hidegbe. 5-10 fok van körülbelül, nem is tudom mennyi, itt a hőmérőt majd megkeresem. Tehát az a lényeg, hogy a szobahőmérsékletű flakonnak a hidegbe le kell hűlnie, és hogyha lehűlt, akkor a benne lévő levegő térfogata csökken, vagyis behorpassa a flakonnak az oldalát. Ezt remélhetőleg itt a videó majd látni is fogjuk, tehát megtudjuk, hogy mitől horpat be a membrán is, és mi nem engedi mozgatni a rádiónak a membránját. Remélem, hogy látszani fog majd ez a, ez a metódus. Itt a rádió is, ő is hüldögél, úgyhogy kísérlet indul, és megnézzük, hogy körülbelül egy 10 perc múlva mi fog történni a flakonnal. Jövök és kinyitom a hűtőajtót, világítás marad, de persze ti kapcsoljátok le a hűtőbe a villany mindig. Na, nézzük 10 perc, és meglátjuk mi lesz. Na nézzük a kísérletet. Itt vagyunk, eltelt jó pár perc, és mind látjátok, behorpadt, behorpadta a flakon. Szépen látszik. Úgyhogy be tudtuk mutatni. Mi is történik, hogyha hidegbe vagyunk és a rádióban lévő levegőnek a térfogata is csökken, de nézzük meg, hogy mi lesz, hogyha ezt kivisszük a melegre, és itt. Már most, ahogy kinyitottam a hűtőajtót, és a, a, meleg levegő jött be, és csak a, a kezem melegétől már változik is az alakja, és már szinte teljesen, és már szinte teljesen visszanyerte az eredeti formáját, hogy nem kell nagy hőkülönbség ahhoz, hogy ilyen mérvű változás legyen, de tényleg, tehát itt ebbe a, ennyi a, a, kéz melegtől már, már vissza, is, vissza is melegedett és, és, nincsen benne a behorpadás. Úgyhogy a rádióval is ugyanez a helyzet, viszont itt ugye ö, sokkal, sokkal, sokkal vastagabb a burkolat, sokkal jobban áthűl, nem olyan vékony, mint egy ilyen flakon. De akkor ennyi a, a kísérlet, és akkor remélhetőleg sikerült ezt bemutatni nektek, hogy hogyan is működik a hidegbe a levegőnek a térfogat változása. Itt is volnánk, itt a flakon pár másodperccel a hűtőből való kivétel után szépen visszanyerte az eredeti formáját, alakját, mint látszik. Tehát nem kellett neki sok idő. Természetesen, hogyha nagyon-nagyon-nagyon lehűlt, akkor radiátorra vagy meleg helyre téve hamar látjuk a különbséget. Tehát mi is történt ebben a bemutatóban? Akár csak a rádió, ami még mindig hideg, tehát mivel jóval vastagabb műanyagból van, mint a flakon, ezért, ezért jobban megtartja a hideget természetesen ezért védi a rádiónak a belsejét is. Ugyanúgy a benne lévő levegő lehűlt, és be tudja horpasztani a membránt, mint ahogy mutattam nektek ezen a hangszórón, tehát be tudja feszíteni. Ugye ezért tudott belapulni maga a flakon, mert körülbelül egy ilyen, hát ugye ha... há... több, több belapulás is volt a flakon oldalán, benne a hűtőszekrénybe, így a membrán maga megragad, nem tudja a mágnes mozgatni, tehát nincsen, nincsen meg, ez a, nincsen, meg, ez a, szabad mozgás, amit, amit itt látunk, ebből lesz a tompa hang. És ezt hogy tudjuk orvosolni? Ugye a Motorola mérnökeitől kapott levélben, amit a Motorola Shop nekem továbbított, annyit kértek, mint amit mi is Kitapasztaltunk és javasoltunk, hogy ki kell nyitni a töltőnyílásnak az oldalát, ezáltal a töltőnyílásnál bejut annyi plusz levegő, tehát kiegyenlítődik a nyomás, hogy maga a hangszóró már jól fog tudni működni. De hogyha ö, valaki meg szeretné állapítani, hogy az a készülék, ami nála van, esetleg olyan hangszóróval van-e szerelve, előtt több tízezer vagy több százezer darab ilyen készülék készül, nem biztos, hogy mindegyiknek a hangszórója ugyanabból az egy típusból van elkészítve. Én észrevettem egy olyan tulajdonságot még, hogyha nagyon picit belefújunk a töltőnyílásnál, tehát nagyon picit belefújunk a töltőnyílásnál, egy pattanó hangot hallunk, amivel a membránt ö, ö, mozgattuk, és a membránnak a, a pattanó hangját lehet hallani. Ha ezt halljuk valamelyik készüléknél, akkor az a készülék esélyes az esetlegesen ilyen jellegű leragadós tulajdonságnak a, 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 a bemutatására. Tehát ezt még egyszer le kell szögezni, hogy ez nem, nem hiba, hanem ez a készüléken belüli levegőnek, ami a lebegést szolgálja, tehát ugye ez egy olyan készülék, ami lebeg a vizen, nem merül el a légkamra véget, a benne lévő levegő változtatja a nyomását, és ezt egyenlítjük ki. Tehát, hogyha nem lenne benne légkamra, akkor a készülék elsüllyedne, és ugye nem lenne meg az a tulajdonság, hogy egy vizes körülmények között folyón, tón, ö, följön a víz és ott lebeg, mondjuk használjuk egy hajón, hanem elsüllyed. Ö, nagy részt az ilyen típusú készülékek, amik teljesen vizálók, azok egyáltalán nem lebegnek, hanem elmerülnek. Viszont ő lebeg, tehát ez a plusz ö, extra tulajdonság, ami előjön ebből, a, ebből a, a fizikából adódóan, hogy a benne lévő levegő kitágul, vagy éppen összezsugorodik, és változtatja a térfogatát. Ezzel, ezzel jelen pillanatban ennél a típusnál együtt kell élni, de ígéretet mondtak a, a mérnökök, hogy a következő típusoknál ezt majd figyelembe veszik, hogy ilyen ne legyen, vagy hát ne jöjjön elő ez a fajta dolog. Engem nem zavar a rádiót, aki használja, több ismerős is, igazából ezzel az USB csatlakozó kipattintással pillanatok alatt megoldható, akár hegyen, vagy a balatonon használva azonnal ö, használható maga a rádió, arra kell figyelni, hogyha vizes környezetben vagyunk, és esetleg ott fordul elő ez a betonpulás, akkor, akkor és zavaróan hat magára a kommunikációra, akkor azért törögessük meg a készüléket és úgy nyissuk ki. Vagy hogyha nem zavaró a kommunikációra, ez a betonpult hang, akkor amikor száraz körülmények közé kerülünk, akkor csináljuk meg ezt a nyomás kiegyenlítést. Hirtelen ennyi! Akkor ez volt a Motorola T92H2-nak a hideg és meleg teszt, hogy is viselkedik a hangszóró membrán és a benne lévő levegő a flakonnal, bemutatva, hogyha ilyen körülmények között kerül használatra. Nem megijedni, nem mérgelődni, nyomást kiegyenlíteni. Itt oldalt kinyitjuk, és már is ennyi volt. Tehát lebegésnek némi ára van. Én voltam egy Robi, pmradio.hu, sziasztok!